Bernádi Györgynek, Marosvásárhely egykori polgármesterének emléket állító kiállítás nyílt múlt pénteken a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Az első emeleti kiállítótérben helyet kapó tárlat másfél év alatt valósult meg. 2007-ben már létrehozott egy Bernádi György személyét központba állító tárlatot a Maros megyei múzeum. 17 év után egy teljesen új koncepcióval és új látványelemekkel tarkított kiállítást álmodtak meg és hoztak létre az egykori polgármester tiszteletére. Ennek megnyitóját múlt pénteken tartották meg a Kultúrpalota tükörtermében. Volt egy olyan anyagi lehetőségünk, amit a Magyar Államnak köszönhetően a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége koordinálásával Magyar Genius Program keretén belül tudtunk pályázni egy kiállításnak a megújítására. Itt párhuzamként esetleg azt tudnám megjegyezni érdekességként, hogy a Kultúrpalota is egy ilyen pályázatnak köszönhetően kezdett el építődni, úgymond. Az elmúlt szűk két évtizedben rengeteg új információra tettek szert Bernádi Györgyről, ezt szerették volna megmutatni. Emellett sokat fejlődött a technológia, aminek köszönhetően sokkal interaktívabb elemeket is bele tudtak vinni. Próbáltunk új nézőpontokat belevinni a kiállítás összeállításába, és hát arra a következtetésre jutottunk, hogy a legizgalmasabb talán az lenne, hogyha viszonyrendszerei és kapcsolatai hálói mentén próbálnánk megragadni a városépítő nagy polgármester alakját, és hát ennek megfelelően állítottuk össze azt a tematikus egységsort, ami ugye ebbe a két terembe be lett mutatva a mai nap folyamán. Bernádi György korában sok iskola és középület épült, mindemellett olyan fontos beruházások is megvalósultak, mint csatornahálózat és vízrendszer kialakítása, vagy közvilágítás létrehozása, ezért nevezik városépítőnek. Rengeteg olyan fejlesztést hajtottak végre, ami gyakorlatilag közel 100 évig kiszolgálta a várost, és vannak bizonyos fejlesztések, például a vízhálózat meg a csatornázási rendszer, ami sok esetben még mindig azt az akkor készült beruházások működtetik a bizonyos városrészeket. A tárlatot közel másfél év alatt hozták létre, a tervek szerint 10-15 évig lesz látogatható.